nem győzött meg, nem voltak meggyőző érvei. Micsoda poén volt! Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban kicsit előre tekintünk 2022-re is, hogy mi várható, ugyanis ez a Könyvek a vásznon sorozatom 2022-es verziója, amiben arról fogok beszélni, hogy milyen könyvek lesznek idén filmé, sorozattá alakítva, és ezt nem tudom, el szoktam mondani, de elmondom, mert néha kavarodás van, hogy kihagytam a listából ezt, azt, és ugye ebbe a listába én azokat szoktam belevenni magamnak, amik engem érdekelnek, vagy láttam, nem tudom, előzményüket, vagy olvastam, vagy valami módon érdeklődöm irántuk, ez a lényeg. Tehát, hogyha valamit nem sorolok fel abból a rengeteg könyvből filmadaptációból, akkor az azért van, mert az engem nem érdekel jelen pillanatban. Aztán lehet, hogy úgy járok, mint a Dűnével, hogy a végén megnéztem, és most már el akarom olvasni, de nem vettem bele a tavaly ilyen videómba, mert akkor még nem érdekelt, szóval ilyenek vannak. De én úgy veszem észre egyébként, hogy évről évre egyre kevesebb ilyen van, ami érdekel, olvastam, szeretném elolvasni, érdekesnek tűnik, nem mindegy, úgyhogy, de azért van egy listám, úgyhogy csapjunk bele. Az első, amit találtam, az az, hogy a Netflix fog hozni egy Jane Austen adaptációt, mégpedig a Meggyőző érvekről, és hát amit találtam róla az az, hogy ez ilyen post-productionben van, tehát még nincs hozzá dátum, de Dakota Johnson lesz a főszereplő, ha jól láttam. Úgyhogy erre kíváncsi leszek. Ebből azt hiszem láttam a régebbi verziós filmet, az annyira nem győzött meg, nem voltak meggyőző érvei. Micsoda poén volt! Úgyhogy kíváncsi leszek, mert az Emmából is az új... Jó, az Emmából a sorozatot is nagyon szerettem, de az új film is szerintem nagyon jól sikerült, úgyhogy kíváncsi leszek, mit alakít a Netflix ehhez a könyvhöz. Egyébként már nem nagyon emlékszem a sztoriára. Mármint így nagy vonalakban igen, de részleteiben nem. Könyv, amit soha nem fogok elolvasni kb. Ezért nem ezt adaptálják, de ez van legközelebb ahhoz. Lesz a The House of the Dragon sorozat HBO-n, ami a Targaryen-ek uralkodásáról fog szólni. Na most nyilván ebből arról ebben szó van, úgyhogy ezt mutatom hozzá. Nem tudom, hogy van-e külön könyvehez. Csak azt tudom, hogy George R.R. Martin mindent ír, csak a Trónok harca befejezést nem. És ha nem bánjátok, ezt nem fogom itt tartani, mert megizmosodok, az biztos. Szóval... Ez nem találtam konkrét dátumot, hogy mikor jön, csak az, hogy jövőre jön, és ugye a magyar címe az lesz, hogy a sárkányok háza. Nem tudom, hogy álljak hozzá ehhez. Van egy teaser trailerünk hozzá, és így... Lehet ez a probléma, hogy engem a Trónok harca valahol a 6. évad környékén így szép lassan elveszített a 8. röveg végképp, és így most már nem érzem azt az izgalmat, amit mondjuk mások, hogy úristen, lesz új Trónok harca sorozat, és így... Nem tudom. Emlékszem még, mikor Trónok harca fanatikus voltam, és így eltűnt. De így nyomtalanul eltűnt belőlem az egész, szóval... Nagyon sok problémám volt a Trónok harca utolsó évadaival, de nem megyek bele, mert akkor ez egy nagyon hosszú videó lesz. Ha meglátjuk, biztos, hogy nagy lesz a hype a sorozat körül. Ebben egészen biztos vagyok, úgyhogy valószínűleg bele fogok nézni. Mert a kíváncsiság erősebb lesz. Mint a bizonytalanságom, hogy vajon milyen lesz ez a sorozat. Most a trailerből sok minden nem derül ki. Meglátjuk. Nyilván tudjuk, mi lesz a vége. Ha valaki látta a Trónok harcát, akkor tudjuk, hogy mi lesz a vége. A sztorinak, meg a Targaryeneknek is. Meg ha valaki mondjuk olvasta ezt, ebbe is van róla. Jó, az más kérdés, mennyire tartják magukat a könyvekhez. Ez van felül, úgyhogy muszáj ezt sorra vennem, mert nincs kedvem jobban pakolászni. Igen, idén, végre, hát ez, mit tudom én, 4 év után, ugye, azt hiszem, mindjárt megmondom, de jön a Fantastic Beasts következő harmadik, még csak harmadik része, ami, basszus, 4 év, azt rohadt. Ami, ugye a The Secrets of Dumbledore címet viseli. Na hát igen, szóval 4 év eltelt ezóta az Óborzadály óta, és én azt hittem, hogy akkor nekem így az utóbbi évek drámájával mindenével együtt így a J.K. Rowling és Harry Potter fanatikusságom az így kicsit így leülepedett, főleg a J.K. Rowling oké, de a Harry Pottert azért még szeretem, na.
De hogy így el nem tudtam képzelni, hogy ezután a Crimes of Grindelwald után én azt mondjam, hogy érdekel engem a Secrets of Dumbledore, és megnéztem a trailerét, és baj van, mert érdekel. Így emlékszem, hogy kb. Elküldtem Emmának, és ő is megnézte, és ő is azt mondta, hogy basszus, most érdekel minket. Hogy nem tudom, mi lesz belőle, mert basszus. Nyilván ugye a Harry Potterben, meg a teljes minden kapcsolódó dologban már annyi pénz van, hogy nyilván nagyon-nagyon jól néz ki benne minden. És nagyon jól összevágták ilyen szempontból a trailert, mert tényleg azt mondtam, hogy így végignéztem, és így éreztem, ahogy így a kis Harry Potter láz így kezd föléledni bennem, hogy úristen, én ezt meg akarom nézni és látni akarom. Úgyhogy valószínűleg fogom is. Még az is lehet, hogy elmegyünk rá a moziba egyébként. Úgyhogy én úgy voltam, hogy annyira nem fog már érdekelni innentől a Fantastic Beasts. Hát ahhoz képest, meg ott vagyunk, hogy de most eléggé izgat a harmadik része, úgyhogy Igen, tehát szóval ehhez van dátumunk, az április 14-én fog érkezni, előreláthatóan. Azt hiszem az IMDb-m az magyar lokációra írja a dátumot, nem Amcsira. De lehet, hogy ez a World Premiere, vagy nem tudom, mindegy, április 14-et írt nekem most az IMDb. Szóval valahol a körül valószínűleg kijön a harmadik Fantastic Beasts. És meglátjuk, mi lesz. Gondolom, ugyanúgy kiadják a szövegkönyvet, nem tudom, Emma meg fogja venni. Csak olyan szépek, szóval ezek Emma könyvei, és azért csak kéne menni, nem? Nem tudom. Két képregény adaptációról is van hírünk 2022-re. Az egyik a Heartstopper, amit tudtam, hogy készül, abban nem voltam biztos, hogy jövőre jön, de most úgy néz ki, hogy június 24-én premierel majd a Heartstopper sorozat, ez a második rész belőle. Alice Osmannek ez egy nagyon cuki LMBTQ-s középiskolás, egészséges, kommunikációs, imádjukos képregény sorozata, úgyhogy ez nagyon város. Ez nagyon-nagyon város, úgyhogy nem tudom, hogy fogom megnézni, mert kb. Ilyen Hulu-ra jön, vagy nem tudom, tehát hogy nem ilyen Netflix, vagy ilyesmi. Nem, Netflixre jön. Ezt föl kellett volna írnom, nem, ez azt hiszem, ez Netflixre jön. Remélem Netflixre jön. Úgy sokkal egyszerűbb lesz megnézni. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon várom. Ehhez is csak szereposztásunk az van, de hogy így nem ismerem a színészeket egyébként, szóval. De egy trailer meg ilyenek szerintem még nincs. Az lehet később lesz. Ez jó lesz. Ezt érzem, hogy ez jó lesz. És a másik, amit találtam, amin egyébként meglepődtem, az a Paper Girls-nek a sorozat adaptációja, ami Amazon Prime-ra fog készülni. És valószínűleg 2022-re. Elvileg úgy volt, hogy valami ilyesmit írtak, hogy 2021 vége, de inkább 2022, úgyhogy most 2022-nek találtam dátumot, mármint, hogy 2022-re írják. Ez egy ilyen 89 Halloween éjszakáján, Halloween utáni éjszakán játszódó, reggelen játszódó történet, ilyen mindenféle fura lények kerülnek elő, egy csomó ember eltűnik, és így nagyon furcsa dolgok történnek, és a négy újságos árus lányunk próbálja kideríteni, hogy mi az Isten történt, úgyhogy erre nagyon kíváncsi leszek. Bizony. Igazából erről sem nagyon van info, de így megláttam, hogy Paper Girls sorozat, vagy sorozat lesz, igen, és így mondom, vagy film lesz. Tök mindegy, tehát hogy akármi is lesz ebből, erre tényleg kíváncsi leszek. De remélem a frizének is ilyen lilás lesz a színképe, mert lila. Ami így eszembe jutott ma a boltból hazafele jövet, hogy lesz nekünk egy Gyűrűk Ura sorozatunk, ami nyilván a Gyűrűk Ura előtt játszódik. Nem tudom pontosan mikor, de ez ugye már van casting, meg minden, és ez is azt hiszem amazonos, ez is amazonos sorozat. Lesz, és ez szeptember 2-ára van írva. Bizony. Ehhez sincs semmi trailerünk, semmi nincs hozzá. Csak dátumunk meg színészeink, és a legtöbb színészről nem tudjuk, hogy kit játszik. Annyit nem is olvastam a Gyűrűk Ura előzményekből, tehát így a Silmarillok után, meg a Silmarillok, Berem és Lúthien, és többet nem olvastam még.
Úgyhogy kiderül, hogy jó lesz, remélem jó lesz. Bár az originál Gyűrűk Urát úgyse tudja legyőzni majd, de attól még a nosztalgia faktort érzem, ahogy emelkedik. Szóval ezek lesznek azok a könyvből vászonra vitt dolgok, amik valószínűleg 2022-ben jönnek, és engem kevésbé vagy jobban érdekelnek. Kommentben pedig írjátok meg, hogy mik lesznek azok az adaptációk, amik titeket érdekelnek, és esetleg én nem mondtam, vagy mondtam, és titeket is érdekel, akármelyik verzió. Hogyha pedig valamit kihagytam, ami titeket érdekel, akkor ez nyilván azért volt, mert engem annyira nem. De ez nem jelenti azt, hogy titeket sem. Hát akkor ezek szerint legkorábban egyébként a Fantastic Beasts 3 az, amit látni fogok. És meglátjuk, milyen lesz. Most már esküszöm, kíváncsi vagyok rá, de tényleg, tehát, hogy így a Grindelwald után mi lesz itt? De az új Grindelwald egyébként. Jó lesz, őt értem, hogy jó lesz. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!